A történet egy példaértékű, széleskörű összefogásról szól. A Direct Aid for Ukraine kezdeményezéshez csatlakozva, a Net of Hope projekt közreműködésével a közelmúltban egy nemzetközi küldöttség látogatott el Kárpátaljára. A francia, magyar, ír és amerikai üzletemberekből álló csoport utazásának egyik célja az ukrán fegyveres erők támogatása volt. Bozó Zsuzsa, a delegáció tagja, nem először járt Kárpátalján. Az általa irányított Net of Hope projekt keretein belül már számos önkéntes program valósult meg vidékünkön. Egy önkéntes vagyok, aki Magyarországról civilként szervez programokat itt Kárpátalján. Elsősorban gyermekeket és gyermekeket ellátó intézményeket segítünk, de ez alkalommal egy nemzetközi támogató csapattal nem csak a gyerekprojektek kerültek előtérbe, hanem a hadsereg támogatása is, és ezen belül is a kárpátaljai egységek segítése. Az adományok köre az egyrészt takarja az autókat, ebből 10 pick-up érkezett ide Ukrajnában, drónok, éjjellátók és más ilyen felszerelések is, emellett pedig egy teljes óvodát is felújítunk majd. Tehát a berendezései és a teljes felújítása is az adományok közé tartozik. Értékben ez $250,000 jelent. Nekem személyesen nagyon fontos, hogy támogassam Ukrajnát a szabadságért folytatott harcban. Az emberek, akik ma itt vannak velem, bíznak a független Ukrajna jövőjében, és segíteni akarnak. Szeretnénk, ha az emberek tudnák, hogy azért vagyunk itt, hogy támogassuk őket. A projekt megvalósulásának kulcsszereplője Bozó Zsuzsa Budapestről, az adományunk összértéke $250,000. A küldöttség a Kárpátaljai megyei klinikai kórházba is ellátogatott. Az orosz agresszió kezdete óta az egészségügyi szektorban kiemelt figyelmet fordítanak a rehabilitációs folyamatokra. A minőségi ellátás biztosítása érdekében az adományozók a harci cselekmények során sérülést szenvedett honvédek felépülését elősegítő eszközöket adtak át a megyei kórház rehabilitációs osztálya számára. Személyesen akartunk itt lenni, és az a célunk, hogy Ukrajnát nem csak a függetlenségiért vívott harcban, de az újjáépítésben is segítsük. A kórházba is ellátogattunk, mert szeretnénk elősegíteni a sebesült katonák mielőbbi felépülését, hogy a jövőben teljes értékű tagjai lehessenek az ukrán társadalomnak. Azok a honvédek, akik komoly megpróbáltatásokon mentek keresztül, megsérültek a háborúban, azoknak minőségi kezelésre és rehabilitációra van szükségük. Lépésről lépésre haladunk a rehabilitációs osztályunk fejlesztése terén. Egyre több az ellátáshoz szükséges eszközünk, berendezésünk van. Most a külföldi adományozóknak köszönhetően bővült az eszköztárunk. Egy amerikai, holland, francia és magyar önkéntesekből álló küldöttség látogatott el a rehabilitációs osztályunkra, és ajándékot is kaptunk tőlük. Vadonatúj berendezéseket kaptunk, olyanokat, amelyekre nagy szüksége van a honvédjeinknek. Nagyon hálásak vagyunk érte. A delegáció tagjait fogadta Viktor Mikita, Kárpátalja katonai kormányzója. A megbeszélés során értékelték a már megvalósult projekteket, és vázolták a jövőbeli együttműködés lehetőségeit. Ukrajnát a civilizált világ országai önkéntesei támogatják. A mai napon tartalmas beszélgetést folytattunk az Egyesült Államok önkénteseivel, akik terepjárókat és egyéb felszerelést adtak át az ukrán fegyveres erők számára, támogatják a gyerekeket. A találkozó során elmondták, hogy közel 60 gyermeket mentettek ki a harci övezetekből, azt követően itt Kárpátalján táboroztatták őket. Folyamatosan együttműködünk az önkéntesekkel, a jövőben is számítunk a segítségükre, és bízunk a győzelmünkben, remélhetőleg még ebben az évben. A küldöttség tagjai megkoszorúzták a háborúban elhunyt honvédek emlékművét az ungvári Kálvária dombon lévő sírkertben. Eric Starkloff, amerikai üzletember elmondta, a delegáció tagjai fontosnak tartották, hogy ne csak anyagi támogatást nyújtsanak, hanem személyesen találkozhassanak az emberekkel. Az Egyesült Államokbeli Texas államból érkeztem. A csoporttal azért utaztunk ide, hogy felmérjük, hogyan és mi
miben tudunk segíteni Ukrajnának. Szeretnénk, ha az ukrán nép tudná, hogy mi páran sok-sok millió embert képviselünk, akik segíteni szeretnének az ukrán népnek harcolni és megtartani a szabadságát. Először vagyok Kárpátalján és Ukrajnában. Mérvadó számunkra, hogy ne csak anyagi támogatást nyújtsunk, hanem személyesen találkozhassunk az emberekkel. Fejet hajtottunk az elhunyt katonák sírjainál is, ezt is fontosnak tartottuk. Összegezve egy érzésekkel teli, hasznos nap volt a mai, és óriási tapasztalatot szereztünk. A külföldi támogatók terepjárókat, drónokat, éjjellátókat és egyéb felszerelést tartalmazó adományának a katonai egységekbe való eljuttatását az ungvári járási kistérségek képviselői vállalták. Baksa András, csongori elöljáró elmondta, a hadsereg támogatása érdekében egy példaértékű, széleskörű összefogás alakult ki. Bozó Zsuzsanna keresett meg nagyjából 3 hónapja, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha a kistérségen keresztül lebonyítanánk egy ilyen jótékonysági vagy támogatási missziót a katonaságnak. Persze, hogy nagyon örültünk neki. A megbeszélések során ragaszkodtunk hozzá, hogy készpénz ne kerüljön a kistérségbe, eszközök legyenek vásárolva, az alapítványoknál és a vállalkozóknál volt a kifizetés, egy próba projektet indítottunk el, hogyan tudnak együtt dolgozni külföldi támogatók, kistérségi vezetők, katonaság. Ez szerintem Ukrajnában még példátlan, ilyen még nem volt. Alapítványok dolgoznak katonasággal, de kistérség és 3-4 ilyen szervezet nem nagyon dolgozott még sehol se együtt. A fő feladatunk az volt, hogy becsülettel és tisztességgel teljesítsük a támogatók kérését, hogy a továbbiakban is tudjunk együtt dolgozni. Hiszem, hogy ezt megtettük. A háború kezdete óta a nagyarmai kistérség vezetése és a nagyarmai kistérségben élők elkötelezettek az ukrán hadsereg irányában. Első perctől támogatjuk az ukrán hadsereget mindennel, minden eszközökkel, amivel csak tudjuk. Tudjuk, hogy mennyire fontos az, amit tesznek. Egy hatalmas nemzetközi összefogásnak köszönhetően lehetőségünk lett most egy még hatalmasabb, még nagyobb adományt eljuttatni a hadseregnek, egyenesen a hadszittére. Külföldi partnereinknek köszönhetően sikerült vásárolni több személygépkocsit. Platós terepjárókat, felderítő Mavic T3-as drónokat és hőkamerákat. Tudjuk, hogy ezek a dolgok a legfontosabbak per pillanata az ukrán sereg számára. A Nagy-Dobronyi, a Csapi, az Ungvári és a Homoki, valamint a Perecsenyi, Túrjaremetei, Csontosi és Fenyvesvölgyi kistérségek képviselőiből álló 14 fős csapat egy közel 3,5 ezer kilométeres kockázatos utat tett meg. Hangulatukra és közérzetükre rányomta bélyegét a lerombolt, kiégett épületek látványa. Az adományban a kárpátaljai 68-as egység, valamint a 128-as hegyi rohamdandár részesült. Sokat beszélgettünk, és nem csak a helyzetről, a valós helyzetről, hanem engem nagyon érdekelt az, hogy megvan-e minden, amire szükségük van. Mint mondták, fegyverük van, elég élelmiszer, rengeteg van. Ezügyben hiány nem szenvedtek, nem szenvednek. Ami számukra fontos, az az ember, a platós terepjáró, a hőkamera és a drón. Meggyőződtünk arról, hogy motiváltak. Motiváltak, és hát bizony el nem tudom képzelni, hogy tör át rajtuk az orosz sereg, mert a hozzáállásuk és a motiváltságuk, ez elképzelhetetlen tartom, hogy győzelmeskednek felettük az oroszok. A két célállomásunk között több száz kilométeren utunkat végigkísérte a rombolás, az aknamező, az emberek elkeseredése, azokon a helyeken, amelyeket megszálltak annak idején az oroszok, és most kivonultak, kiűzték az ukránok, ott szinte élet sem maradt. Más nem látni, csak lerombolt hidakat, és ha néhány ember maradt is, azokban a falvakban csak az elkeseredés van. A csapat tagjai a missziót elszántan, bátran és fegyelmezetten teljesítették. Aknamezők között haladtunk végig, volt, úgyhogy több száz méteren az útszélen kijelölt, ott hagyott, kitáblázott aknák voltak, de félelmet senkiben sem láttam. Megfontolt döntések azok születtek, a csapat egyként mozgott,
Minden döntést megbeszéltünk, és mindenki szigorúan úgy cselekedett több helyen, hogy ki kellett kapcsolni a telefonokat, mert annyira közel voltunk a fronthoz, hogy már ez, mint elmondták, hogyha sok telefont érzékelnek egy időben, egy helyen, akkor oda találnak lőni. Mindenki felelősen viselkedett, komolyan vette mindenki ezt a missziót, ezért volt sikeres az utunk, ezért volt sikeres a misszió. A széleskörű összefogást az ungvári járási katonai adminisztráció is támogatta. Júrij Huzinec, a hivatal vezetője elmondta, már a következő szállítmány összeállításán dolgoznak. Elsősorban szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szervezeteknek és kistérségeknek, akik csatlakoztak a honvédjeink szükségleteinek kielégítését biztosító projekthez. Köszönöm a Nagy Dobronyi, a Csapi, Ungvári, Homoki, Perecsenyi, Túrjaremetei, Csontosi és Fenyvesvölgyi kistérségeknek, hogy csatlakoztak az adomány kiegészítéséhez. Nagy köszönet a Direct Aid for Ukraine kezdeményezésnek, amely 6 terepjárót adott át, amelyeket mi szállítottunk el a frontvonal közelébe szolgáló egységeinknek. A katonákkal, az egységek vezetőségével megvitattuk szükségleteiket, és már a februárban esedékes újabb szállítmányon dolgozunk. Több mint 3200 kilométert tettünk meg, három álmatlan éjszaka, de amikor tudod, hogy minek érdekében teszed, nem gondolsz a fáradtságra, semmi másra, csak arra, hogy te is részese vagy a jövőbeli győzelmünknek. A Direct Aid for Ukraine kezdeményezés támogató nemzetközi csoport tagjai a Nagyszőlősi Humanitárius Központ bázisán 3 a harci feladatok teljesítéséhez szükséges eszközökkel felszerelt terepjárót adtak át a katonai egységeknek. Támogatásoknak köszönhetően az elmúlt időszakban a Csongori óvoda is megújult. A nemzetközi adományozókról szóló történetnek viszont nincs vége. A Net of Hope platform közbenjárásával megvalósult projekt résztvevői azt tervezik, hogy folytatják az ukrán hadsereg támogatását és segítik Ukrajnát az újjáépítésben.